A teljes nevén Tamási és Simon Tornya városkörnyéki önkormányzatok többcélú kistérségi társulása már 2004 óta működik. 31 Észak-Tolna megyei önkormányzat hozta létre azért, hogy összehangoltan az egész térség érdekeit szem előtt tartva tudják fejleszteni a településeiket. Ebben a munkában kérik most a paksi bővítésért felelős szakemberek segítségét. Nem pénzt akarnak, hanem munkát, és azon keresztül biztos megélhetést a társulás területén élő közel 37 ezer embernek. Környék hagyományosan mezőgazdasági vidék. Tehát mi mindenképpen számítanánk arra, hogy élelmiszeripari nyersanyagokat, késztermékeket szállítanánk, vagy szállíthatnánk akár a paksi fejlesztés kapcsán az ide érkező nagyobb számú munkásoknak. Felkészülni pedig lesz mire, az erőmű építése a tervek szerint 2019-ben kezdődik. Az akkori munkához szükséges felvonulási épületeket, az infrastruktúrát és például a munkások szállásait is fel kell viszont addig építeni. A vásárló erő robbanásszerű növekedésére ezért 2019-ig valószínűleg várni kell, felkészülni viszont már most érdemes, mert több ezer ember érkezik majd Paksra és a térségbe. Körülbelül 7000 munkavállaló fogja a beruházást megvalósítani. Ez az ideérkező kis rövidebb, hosszabb időre elkísérő családtagok létszámával együtt úgy tervezzük, hogy ez meghaladja a 10 000 főt. Ezt a 10 000 főt el kell látni élelmiszerrel, ezért tervezünk egy innovatív agrárfejlesztési program kidolgozását és megvalósítását, amivel szívesen várjuk a Tamási és a társulásba tartozó települések kapacitásait is. A paksi bővítés nem csak az ország energiafüggetlenségét biztosíthatja majd évtizedekig, az erőmű tágabb környezetében található települések fejlődésének az egyik fő záloga lehet a fejlesztés. Elég csak arra gondolni, mennyi helyi adót fizet majd az a rengeteg vállalkozás, amiknek a munkavállalói a bővítésen dolgoznak. Az orosz fővállalkozó tervei szerint körülbelül 3 000 vállalkozás fog itt megfordulni a beruházás 10 esztendeje alatt. Ezeknek ki kell alakítani olyan telephelyeket, amelyeken akár egy-két, vagy talán több évig is, amíg a saját feladatuk végrehajtását be nem fejezik, tárolhatják az eszközeiket, gépeiket, raktár helységeket kell fejleszteni. No, nem 3 000-et, ez egy kicsit sok lenne, de több százat. A bővítésért felelős döntéshozóknak tehát jóval nagyobb feladat jutott, mint az új atomerőmű megtervezésének és építésének a levezénylése. Azt is garantálniuk kell, hogy a beruházás több mint 3 000 milliárd forintos költségének egy jelentős része visszaáramoljon az országba, és így Tolna megyébe. Az államközi szerződések egyik kikötése szerint a beruházás 40%-át magyar cégek végzik majd. Emellett térségfejlesztési programokon keresztül az új atomerőmű az építésétől kezdve a működése végéig közvetlenül is támogatja majd a környék településeit. Ez a mostani erőmű esetében is így van, ott a 30 kilométeres körön belüli önkormányzatok pályázhatnak évente. Paks 2-nél viszont a tervek között szerepel a támogatotti kör jelentős bővítése. Itt is azért lehetőség lesz térségfejlesztésre ennek kapcsán, és hogy az a településkör, amit mi kialakítottunk ott, az egy jogilag körbehatárolt, de az nem kerítéssel lehatárolt, tehát ennek a lehetősége, hogy meddig tudunk olyan programokat, hova fogunk tudni ipart, annak abban is a polgármesterek közé tudnak működni, hisz föl fogjuk tudni itt is mérni, mire van egyáltalán igény, lehetőség, hol vannak nagyobb elhagyott gyár épület vagy üzemépületek, hol van olyan kollégium vagy iskola, ami most már nem funkcionál, mert ezeknek is lehet olyan funkciót találni a következő években, amit úgy szeretnénk, hogy azok mind fenntarthatók tudjanak lenni, tehát ne csak addig funkcionáljanak, még itt az erőműépítkezés zajlik, hanem később is a települések javát tudja szolgálni. A bővítéshez tehát nagy szükség lesz a térség szakembereire és erőforrásaira, legyenek azok élelmiszerek vagy szolgáltatások. A több ezer ideérkező embernek mindenre szüksége lesz ahhoz, hogy kényelmesen éljenek itt akár éveket is. A polgármesterekkel együtt gondolkodva, őket majd a munkatársaink fölkeresve, egyáltalán fölmérhető az
hogy ők mibe gondolkoznak, vagy egyáltalán tudtak-e egy pályázatot előkészíteni, volt annyi helyi források, lehetőségük. Ezeket mi fölmérjük, elkezdjük a munkát, és bízom benne, hogy mint mindenütt ennek a munkának az eredményeként kialakulhat egy jó együttműködés, és kialakulhatnak azok a lehetőségek, akár beszállítás, vagy élelmiszertermelés, élelmiszerfeldolgozás, tehát sok mindenben látunk lehetőséget. A lehetőség tehát így a megye valamennyi településének adott, és érdemes minél előbb bekapcsolódni az ezzel kapcsolatos párbeszédbe.